A 14 évesek egy győzelem mellett 11-szer hagyták el vesztesen a pályát. A 15-ös korosztály egy győzelmet, egy döntetlent és 9 vereséget produkált a kiemelt első osztályú bajnokságban. A csapatok a sikeres tavalyi szereplésnek köszönhetően léphettek az NB1-be. Az U14-et Botlik Robert és Kovács László, az U15-öt Frank Csaba vezeti. Kimondottan nagy feladat nekünk, hisz kisváros vagyunk ahhoz, hogy egy ilyen magas nívós bajnokságban szerepeljünk. Elsősorban olyan csapatokat látunk vendégre, és olyan csapatokhoz megyünk vendégként, mint a Debrecen, Miskolc, MTK, Budapesti Honvéd, Szolnok, Kecskemét. Viszont nagyon nagy siker is ez az egyesületnek, illetve a gyerekeknek, bár most olyan meccsek után, amikor zsinórban mi voltunk az esélyesek és nyertük a meccseket, most viszont nagyon ritkán van abba részünk, hogy győztesen jöjjünk le a pályára. Ez öröm is, meg kicsit bánat is, de úgy éreztük, hogy ha már a gyerekek kivívták ezt a lehetőséget, akkor élni kellett azzal a jogunkkal, hogy az NB1-be is megmérettessük magunkat. A bajnoki rendszernek az érdekessége az, hogy akik kivívták ezt a följutási lehetőséget, azok kiöregedtek ebből a korosztályból, egy évfolyammal följebb mentek, és így nem ők a részesei a magasabb bajnokságnak, hanem az utána következő korosztály, aki még viszont talán egy picit súlytalan ebbe az osztályban. Tudják, hogy ők egy korosztálya följebb kerültek, ott is meg kell, hogy állják a helyüket, ami szerencsére sikeresen zajlik. Az újak, a kicsik pedig hát nagyon örülnek, vagy azok, akik kapták ezt a lehetőséget, nagyon örülnek neki. Megmondom őszintén, talán jobban viselik a kudarcokat, mint az egyesület vezetői, vagy maguk a szülők. Nehéz helyzetben van tehát az U14 és az U15, de a vezetőség bizakodó a tavaszi folytatást illetően. Nagyon bízunk abba, hogy tavasszal egy kicsit már edzettebbek lesznek ezek a gyerekek, talán nem lesznek mindig annyira meglepődve, hogyha azt hallják, hogy a Budapesti Honvéddal kell játszani, és akkor reméljük, hogy egy picit sikeresebbek leszünk. Esetleg ki tudjuk vívni azt a lehetőséget, hogy bennmaradjunk ebbe az osztályba. Három csapat a kieső, és nekünk olyan csapatokkal kell fölvenni ebbe a játékba a versenyt, mint az Eger, Máté Szalka, a Vác, akkor a Gyula, tehát van egy kicsi sanszunk, reméljük, hogy megtaláljuk azokat a hiányposztokat, ahova egy-egy emberre szükség lenne a téli átigazoláskor, próbálunk elsősorban helybe keresni ilyen fiatalokat, vagy a vonzás körzetünkbe, és hogyha ez sikerül, akkor nagyon bízunk abban, hogy esetleg kiharcoljuk azt, hogy meg bennmaradhasson ez a két korosztály az NB1-be. A két korosztály következő meccse november 9-én szombaton lesz a Makói Vasas pályán. Az U14 fél 10-kor, az U15 fél 12-kor lép pályára. Az ellenfél a Grosics Akadémia lesz. A belépés ingyenes.